18. szezonját kezdi profi kosárlabdázóként Vojvoda Dávid, de az Albafehérvár csapatkapitánya azt mondja, most is ugyanolyan motivált, mint korábban bármikor. Már csak azért is, mert a bronzéremmel záruló előző idény után szinte teljesen kicserélődött a keret, hárman maradtak a tavalyi csapatból, vagyis újak az impulzusok. Teljes légiós kontingens kicserélődött, ugye 4 új légiós, 3 új magyar játékos, de őket ugye ismerjük, úgyhogy 7 új ember érkezett, úgyhogy hát lesz dolgunk bőven, hogy beépítsük az új játékosokat, de én azt gondolom, hogy sikeres szezonunk lehet. Itt az elmúlt pár edzésen, ahogy láttam a srácokat, vagy a edzenek, én azt gondolom, hogy egy jó játékosokat igazoltunk, jó embereket, úgyhogy én azt gondolom, hogy a tavalyi kémia, ugye, ami nagyon-nagyon jól működött az Albánál, illetve az olyan nagy erőségünk volt, azt szerintem az idén is meg lehet. Filipovics Márkó, Német Ákos és Krivacevics Márkó személyében érkeztek magyar játékosok, az új légiósok pedig szokás szerint amerikaiak. Nicole Smith, Horn és Thomas illik abba a játékba, amit Alejandro Zubiaganál megismertünk, és ami amúgy is mindig védjegye volt a fehérvári csapatnak. Gyorsan akarunk játszani, tehát ez az elmúlt pár évben látszódott is, miután jó az edző, hogy tényleg mi arra törekszünk, hogy minél gyorsabban és több támadást vezessünk. Nyilván ebben akaraton is benne van az, hogy nagyon sok pontot kapunk, ugye, mert a játékot gyorsítjuk. Tehát nyilván azért azt gondolom, hogy idén is bőven lehet számítani arra, hogy dobunk 100 pontot, vagy 100 fölött, de lehet, hogy 90 és 100 pont között is fogunk kapni. Ez nem azt jelenti, hogy nem érkeztünk jól, egyszerűen ilyen a játék stílusunk, ami nyilván a nézőknek szerintem egy szórakoztató lehet. A csapat arra hivatott, hogy ott legyünk a végjátékban. Nyilván nem akarok ennyire előszaladni, azért ezt a 7 új játékos beépíteni azért nem lesz egy könnyű feladat. Én azt gondolom, hogy az Ándor képes erre, illetve a szakmai stáb. Úgyhogy kíváncsian várom, hogy milyen szezon ellen nézünk. Az Alba csütörtökön Sopronba utazott egy edzőmeccsre, amit majd szlovéniai tábor követ. Kecskeméten és Oroszlányban is játszanak majd felkészülési mérkőzéseket Vojvodáig, szeptemberben pedig itthon is láthatjuk a csapatot, amely ősszel a bajnokság mellett a FIBA Európa kupában is érdekelt lesz.